történni, és majd egy partos gyermes, a 16 utója megnyitója fogja bemutatni, akit nagyon szeretném köszönni. De hogy miért is, mert többször volt szó arról, hogy a megalapítja a Települési Tárgyalóság, a települési érték létrehozása, szülei, öreg szülei, de talán ő is
beleszületett. Mert azt szokták mondani, valahogy remélem, jól nézem, aki nem becsüli a múltját, nem érdemli a jövőt, nem tudom, hogy jól mondom, mert találnak segítséget. Lényeg az, hogy azzal, jól mondtam, azzal, hogy ezeket a füzeteket remélhetőleg folyamatossá tudjuk tenni a megjelenését, ezzel a történetünket is jobban megismerhetik, jobban értékelhetik, helyére tudják tenni, és esetleg ezekből a kis füzetekből majd a gyermekeiknek, unokáiknak is tudnak mesélni. Lényeg az, hogy így született meg ez a kis füzet, és erről, ennek a történetét, megszületésének történetét, mi az, ami kimaradt, mi az, amiről többet lehetett volna írni, erről beszélgetni kívánok, ha valakinek közben van kérdése, szívesen fogadom, hogyha tudok arra válaszolni. Föltehetjük a kérdést, hogy szükség volt-e erre a füzetre. Miért teszem föl ezt a kérdést? Ugyanis érdekes módon azt tapasztaltam a saját bőrömön, hogy vannak olyanok, akik azt mondták, hogy erre nincs szükség. És én nekem egy kicsit rosszul esett ez, mert ezzel azért valamennyit dolgoztam, nem azt mondom, hogy nagyon sokat, de ezt én nem most kezdtem el, nem tavaly, hanem konkrét dolgot mondok, Szőlőhegyen az a Máté Zoltán, akivel hivatkozom, valami 5 éve meghalt. És az Zolitól olyan dolgokat tudtam, nem olyan dolgokat, olyan dolgot tudtam meg, hogy ott a 6-os, ami még akkor nem volt 6-os, ott volt egy kisebb háború, amikor az oroszok átjöttek a Dunán, egy deszant egység átjött, és ott voltak magyar katonák, és behallasztott az ő édesapja meséltel, a lövöldés behallasztott a kiabálás, a magyarok kiabálása, menekülése, egymásra adták éjszaka, hogy merre meneküljenek. Tehát ezelőtt 5 éve elkezdtem gyűjteni. Az volt az első adat, amit leírtam, és azt hiszem, hogy ez így is lehetett igaz, mert valóban ott is volt halott, meg itt János Vajonnál is volt, magyar halott. Orosz is volt. Lényeg az, hogy több minden kimaradt abból a tengeliszből, tengelisz történetéből, és ebbe meg egy kicsit besülítve a háborús éveket raktam bele. Most megint kérdezheti bárki, hogy miért kezdtem ezt a füzetet az első világháborúban. Azért kezdtem ott, mert a második világháború sajnos nem én állapítottam meg, a politikusok mondták a Trianon idején, hogy az első világháborúban a békeszerződés csak egy fegyverletételt jelentette. És valóban az a békeszerződés olyan eseményekkel zárult, amelyek magába foglalták az új háborúnak a szükségét. És ezt kihasználták. Bizony, sokan kihasználták. Több ország kihasználták. Illetve azért mondtam sokan, mert az országokon belül egyes csoportok, személyek, akár politikusok, akár mágnások, akár gyárosok, ettől profitáltak. Ettől óriási pénzt tudtak. Megszerezni. Tehát, hogy miért ott kezdődött, mert ott kezdődött a világ.
Ugye a világháború lezárult a Trianonnal. Most van az évfordulója, sokszor emlegetjük, és egy szomorú kép, amelyiket úgy gondolom minden magyarnak illik megismerni, hogy milyen kis csöppnyi kis ország maradt nekünk, akik most itt élünk. Ez sajnos ebben hibásuk voltunk mi, nem mi, hanem az akkori politikusok is, de ebbe nem megyünk bele. Tehát ez a Trianon, ez egy szörnyű nagy veszteséggel járt ember, erkölcsi, anyagi, építmények, gyárak, bányakincsek, mezőgazdasági területek, erdő területek, Erdély, Kárpátok, amit elvesztettünk. Vajon tudja-e mindenki, legondolok valaki, hogy a Trianonnak milyen hatása volt a falban, amikor utcaneveket neveztek el. Ugye? Igen, valaki tudja. Gyerekkoromban gondolkodtam, miért Gyimesi utca az a Gyimesi utca? Hát egy Gyimesi Jani bácsékról nevezték el, nem? Ugye Gyimesi, és mindegyik név Haradi Gyimesi. Igen, a Trianon során elveszett területekről kapták a neveket. Csiki utca, az a kis Csiki utca. Úgyhogy ezt az akkori főjegyző gondolom nem az ő eszétől, hanem valószínű ajánlásra. Akkor épülő Tengelisznek az még névtelen neve nincs utcákra ellenezték. Hát ugye ez az utca akkor kapta ezt a nevet, amit később megváltoztatta. Ugye mindenki, talán a fiatalabbak nem, ez Korszakmiklós utca valamikor ezen utca. Hát van ez kettő ilyen öregebb, mint én, de még idősebb. Milyen úgy volt ez a nagy kövess? Úgyhogy lényeg az, hogy van kötődése Trianonhoz, így az utca nevekkel, Tengelisznek. Tengelisz község a felépülését követően, tehát amikor az óriási lendülettel ideérkező, nagy energiával és nagy akarattal ideérkező 38 településből megérkezett tömeg elkezdte a falut építeni, hihetetlen gazdagságot halmozott föl, erkölcsi, anyagi. Hát ebben a küzdetben én leírogattam, hát volt vagy 20 egyesület a faluban. Olyan egyesületek voltak, amelyeket, hát ebben voltak egyháziak, voltak iparos körök, voltak olyan körök, olyan egyesületek, amelyek egy-egy kis ágra vonatkoztak. Természetesen volt a németeknek, nagyon sok német anyanyelvű volt, és német szót értő, ahogy akkor mondták, német szót értők, egy németek számára is volt, nem is egy egyesület. Nem kívánom ezeket fölsorolni. És akkor a háború, a Trianon után megtiltották a hadsereg felállítását, illetve nem megtiltották, nagyon korlátozták a veszteseknek. Ugye a Trianonnak van megtiltott osztrák-magyar monarchia, és hát megszűnt Magyarországnak is szinte a léten, és akkor, hogy valami módon próbálják meg a haza védelmére fölkészíteni a lakosságot, jöttek a leventék. Hát itt egy-két személy még talán valaki ismeri. Itt negyesen a fiatalok, 14 éves kortól kellett Levente egyesületbe menni. A fiatalok is itt vannak, és az idősek is itt vannak. Egy-kettő
évre, vagy egy-két személyre rámutatok. Hát ezért mondjuk, hogy igen. Hasz Imre bácsi, ő volt a trombitás. Itt van mellette Majer János bácsi. Itt van a Muzolai József. Az öregetek még ismerjük. Aztán van a Geiger. Geiger, nem tudom. De lényeg az, hogy mehetünk tovább. Majd az idősebbek között de jobban lehet látni Muzolai. Aztán itt van a Molnár Józsi bácsi. Akkor itt van a Seres Kinteri bácsi. Itt a Pámer. Adam bácsi. Üdre bácsi. Ez a, én úgy mondom, ahogyan elvetetik, Koch, Bloch Hanzi bácsi, ugye? Ott az Újvárosban van. Lényeg az, hogy kicsit nevetséges, fapuskákat vagyunk. Jó, menjünk tovább. Aztán jöttek a fiatalabbak, a tisztességek. Ez a kép akkor készült, amikor itt a kultúrház, illetve az iskola előtt emlékművet avatták, akkor vonultak föl, és itt van egy-két ismerős, Sel Péter, Vitéz Horváth, István, ugye jó? Szalai István, akit még ismer. Józsi bácsi, lehet, hogy te mást is ismer, én már más nem ismerek. Lehetünk tovább. Aztán itt vannak a lányok, mert a lányoknak is kötelező volt, egészségügyi munkára osztatták be ezeket. A református templom előtt áll ez a tömeg, itt van szembe velük a avatásra kerülő emlékmű. Hát ezek között senkit nem ismerek, legalábbis én nem. Úgyhogy igen, akkor ez volt a nagy fölkészülés a hangkorra, mert ez az volt, mehetünk tovább. Leventék nem csak tengerésze, Szőlőhegyen is, ott volt egy csapat. És számukra kötelező volt, ahogy ez természetes, a rádió hallgatás, mert ott kapták meg a megfelelő felmusást. Igen, ez minden így volt. Aztán elkövetkezett a háború. A háborúban sajnos belekényszerítettek bennünket. Hogy kényszerítettek bele bennünket? Úgyhogy elhúzták a mézes vadzagot, és azt mondták, hogy visszakapjuk Délvidéket, Erdélyt, de hogy be kell lépni a háborúba. És mi ezt elvittük. És 1941 Délvidék, majd utána Erdély, a nagybátyám, sokan ismerték, Szegletes János. Mind a kettőnél ott volt, hála Istennek, még a Dónk anyjától is hazajött. És itten talán még emlékeznek néhányan a Törés Mátyás, Temesi Mátyás, Kocsmája előtt, egy bevonulás előtti csapat, akik közül még egy-kettő Szarka Ferenc, egy Kovács István. A lánya ott lakik a Fölső utcában. Lengyel István. Ezt mindenki ismeri. Zsíros Ferenc. Hát János. Zsíros János. János. Ott van, Feri bácsi az édesapja. Jó, az édesapja. És a Főri Mátyás. Vagy Temesi Mátyás. És itt van utolsó, nem tudom elolvasni pontosan. Igen. Vidámon eltöltött testvártalének a hangjában. Itt van egy pár, akit én nem ismerek, aki bizony most fejezte meg valahol. Az első időben a háborúnak a falu nem érezte a hatását. Messze volt. Valahol Oroszországban, aztán majdnem 2000 kilométerre a Moszkva alatt. Csak abból tudták meg, hogy egyszer csak
egyik család kapott egy értesítést, a másik család kapott. Az Aranka sajnos nincs elégtel, az ő édesapja volt az egyik, az legelső, aki meghalt. Aki valahol ott vesztette az életét. És akkor ugye egy-egy család kapott egy levelet, értesítést, de nem biztos gondolta a család, hogy meg is halt. Mert bármi történhetett vele. És amíg vége előtt a háborúnak, addig várták haza, én emlékezem rá, hogy a háborút követően voltak jósok, jós asszonyok, akihez elvitték a gyűrűket, amit itthon hagyott a férj, és a gyűrűt beletették egy pohár vízbe, és ilyen csalás állítás. Abból állapítottam meg, hogy hol van él, és lényeg az, hogy pénzért sok mindent. Annak reményében tették ezt, hogy jósoltatta, hát ha él. Ugye, mint ahogy itt ül köztünk, akinek a nagypapája szintén ott volt, és később milyen érdekes volt a bazdája. Lényeg az, hogy a háború első jelei, ezek voltak az értesítések. Egy tolai laktanyba, udvarba, a háborúra induló katonák, tessék megnézni, vannak ám köztük öreg. Vannak köztük idősek, biztos, hogy van felületi köztük. Én nem nagyítóval nem néztem már. Hát vannak itt olyan idősek, itt van, legalábbis ugye a pajuszunk szerint. Ezek nem gyerekek már, ezek már 30-40 éves korúak voltak, és bizony elvitték. Ennek java része, ki tudja menni, oda lesz. Ez is egy olyan kép, Tolnai laktanya udvarában. Mehetünk tovább. És ugye, akik hazajöttek, az érdemrendekkel fényképezkedtek. De sajnos, ha visszamentek, lehetünk ott valamit a közöttet. Mehetünk tovább. Természetesen. A földi Jani bácsinak az unokait sem, ha jól tudom. Szabó Gyula, mehetünk tovább. A Futár, ez egy propaganda újság volt. Ez a Futár csak a szépen említett idézőjelben mondott, az eredményeket, a sikeres harcokról számoltam be, halottakról nem. Úgyhogy ez egy olyan lap volt, ami félrevezette az embereket. Sajnos vették a lapot, és elhitték, hogy ez a háború igazságos lesz. Hát lett volna talán, de háború tovább nem igazságos észrevettek. Így van ez? Mehetünk még másik ugyancsak az. Hát itt egy különböző. Elfogják az orosz katonát, és hát ugye vannak olyan képek is, ahol a szerencsétlen oroszok a faházakból az állatokkal együtt ott állnak a házak előtt, és úgy fényképezték le, és úgy mutatták be, hogy ez jön el Magyarországba is. Lehetünk tovább. Hát igen, a katonák, amikor a frontvonalból visszamentek pihenőbe, ezt én a nagybátyám meséjéből tudom, aki itt van, Szegletes János, akkor elmondta, hogy egy hétig a frontvonalban voltak, akkor hátra vitték őket pihenőbe, akkor egy hétig pihentek, és ha nem volt egy újabb roham, egy újabb átrendeződés, akkor legalább tudtak pihenni.
Hát ez egyik ilyen. Ez már ott volt Moszkva alatt Korotolyaknál, tehát onnét utána ott volt a nagy áttörés, onnét aztán hazajöttek. Hála Istennek, hazagyalogoltak. Lehetünk tovább. De most a háborúnak a közvetlenebb megismerése akkor kezdődött, amikor az amerikaiak és az angolok elkezdték bombázni a németek utánpótlásait, szállító hajókat, vasútvonalakat, és akkor itt Engelitzen is az idősebbek tudják, hogy hol volt a Gagarin helyezőnek voltak. Ott volt egy magas les, a Pámer Márkó bácsi szövőjébe, ha jól emlékezem, és ott volt öreg katonák is nevelték, megfigyelők, akiknek az volt a feladata, hogy a repülőgépeket, amelyek a levegőbe valahogy jöttek délről általában, azokat a makettekről fölismerve beszaladtak a községházára biciklivel, és innét jelentették tovább, hogy milyen irányba, milyen repülőgép repül. És hát ugye ma ugyanezt radarral, egyebekkel megoldják, úgyhogy ember senki a mondják. Aki ismeri, például Kucsár, Hasító Gergely, hogy van, és a karmadásorban, ahogy mi is lehet. Úgy tudom, hogy szövegyek. Ez az alakulat, ez addig, amíg a Duna vonaláig nem értek el az orosz csapatok, vagy szovjet csapatok, ugye, addig működött, dolgozott, akkor szüntették be a ő munkájukat. Jó, mehetünk tovább. Most egy nagy ugrás lenne, de még maradok. Légitámadásokra. A légitámadások szintén az öregedekre hivatkozom, hogy emlékezhetnek rá, amikor a rádió bemondta, hogy Baja, Székesfehérvár, Budapest, légiriadó, és akkor jött egy monoton mondás, és akkor ezt megismételte többször, és akkor ott a községházán lévő kevesen, nincs meg, valaki elvitte, itt van a faluban valahol, elvitték a szirénát, kézzel hajtották a szirénát, és elkezdett szörnyű hangja volt neki, elkezdett szirénázni, jajgatni, és az jelentette a faluba azt, hogy itt vannak a repülők, és illő óvóhelyre menni. Itt van a doktor úr édesanyja elmesélte, hogy nálunk is volt ilyen óvóhely. Azt mondja, ikrek, talán le is írtam, az ikrek a háború után apa játszotta. De mi sosem mentünk le, mert hát ilyen egy deszka, meg a rajta a föld, semmitől sem védte volna meg a benne elbújókat, és tudom, hogy nálunk is volt a kertben egy bunker, soha nem mentünk, hanem érdekes dolog volt, hogy mennyire nem érzékelték a bajt az emberek, én még gyerek ott voltam, jöttek a repülők százával. Hát itt nem láttuk repülőt. Én nem láttam a gyerekkoromban repülőt százával. Mert valahova. Először nem Magyarországra, először Bécsbe, Németország közeli területeire, majd utána Magyarországra is. És akkor viccesen, ezt nem biztos, hogy itt találták ki, mondogatták a felnőttek, hogy viszik a pestieknek a csokoládét. Talán emlékszik egy-kettőt. Tehát így fogta fel
az az ember, aki nem érzékelte a háborút, még pedig már ott volt a fejünk fölött, fejünk fölött, tehát én is láttam. És lényeg az, hogy akkor már olyan közel volt a háború, hogy a repülőgépeket, amelyek megsérültek, itt zuhantak le. Az egyik, akiről írok, látta az egyik lezuhanó repülőgépet, oda voltak betelepítve hozzánk a Lőrinc család, valami 12-en voltak a családban, és az Aladár, akit meglátogattam Majoson, aki majdnem 100 éves, akkor mesélte el, hogy a hosszú dülőben ott volt egy kut. Igen. A Zsíroséknak van egy keskeny erdeje az út mellett, a Fehérvári út mellett. Arra a kutra nem esett le, akadt el a repülőgépben, ez van, két ember volt benne, de ő csak annyit látott, hogy kiszállok és elmentek valamelyre a falután. Hogy kik voltak, mit voltak, ő sem tudta, csak állítólag ő ennek megtanulja. Később olyanról tudok, hogy itt a mozi tulajdonos mozgókép, hogy mondjuk, nem tudom, mozi tulajdonos a Heim Hazai. Igen. Jani bácsi volt, Karcsi bácsi volt, aki onnan hozott különböző elektronikai eszközöket a repülőgépből, és felhasználta itt volt egy motorház, ami áradott el már. De ismertem egy olyan valakit, aki az ott hagyott puskát kivette, és azzal vadászott évtizedekig. Volt a kezemben puska, véletlenül rendben. Megváltam ezt. Nem tudtam, hogy kié, csak ők mondták el nekem. Ez egy itt tengericen ilyen dolgok voltak abban az időben, és hát ezek már ugye közvetlenek voltak. Aztán volt egy olyan, aminek sajnos vártam a tanúját a német Pistéknek, a Pistének az apusa, a Nagy János bácsi, aki gyerekként összeszedte a bombákat, a rokonokkal, szomszédokkal kimentek a vasút melletti földre szántani, de ott voltak a bombák, amiket egy repülőgép menekülés közben nőstele szállt és ledobált. És a János, engedjük meg, hogy így szólítsam, mert így tegezzük egymást, azt mondja, összehordta egy kupacba, és a kupacot elhújtotta. Mire vissza ment a többiekhez, hárman vagy négyen, akkor fölrobbant egyszerre sok bomba. Szörnyű a szerencséjük volt, majd utána, amit én hallottam az Uszner gyerekek, akik ott lakták, a többi bombát is összeszedték, és ők egyenként robbantgatták őket, ezt én hallottam. Na most ezek ugye ilyen játékok voltak. Még mindig nem volt igaz, hogy itt a háború. Ez csak olyan játék. Egy konkrét dolgot. Keresztapán, Sárszágy Lőrincet. Ásra kertet, és talált egy töltőtornát. Fölvette, csavarta, fölrobbant, és levitte bal csuklójába. Tegyelét. Ismertem, Keresztapán volt. Ezek már keményen dolgok voltak. Akkor már érezni kellett volna, talán még mindig nem ébredtek rá az emberek. Aztán elkövetkezett az az időszak, amikor a Máté Zoli hallotta, és én is hallottam, hogy éjszaka lőnek ágyukkal, képpuskával, nem tudom. Lőröznek, és másnap bevonul a községünkbe egy orosz alakulat. Illetve
orosz katonák, szovjet katonák, nem, mert ugye akkor szovjetek voltak. Hogy kik voltak, mik voltak. Én a könyvekből azt próbáltam kiszedni, hogy ez a Tolbukhinnek a csapat, nem tudom pontosan melyik, de hogy egy orosz alakulat volt, és hála Istennek, békésen mentek tovább. Ott a község által, aminek én még gyerekként tanulja voltam, ott egy fehér nagy lepedőn lehetett, fölkötötték egy rudra, és ott várta egy kisebb csapat, leírtam, hogy kik voltak, az én kutatásom szerint kik voltak ott, és gondolom az volt a történetnek a lényege, hogy elfoglalták a falut, és a község vezetői tudomásul tették ezt. Elmentek tovább, majd itt János Majornál itt is volt egy kis csetepaté, amiben sajnos megint adtak meg katonák. Azokat a katonákat, akik meghaltak ott, és talán szőlőhelyük is, azokat sajnos csak akkor ott elföldelték, majd később a tavasszal hozták be. Májusban két csoportra voltunk. Úgyhogy úgy hozták be őket, és itt Tengerészen a temetőben itt temették el. Én úgy tudom, hogy kettő vagy hármat elvittek a szüleim később, de többiek, ha jól tudom, két orosz katona, két szovjet, és a többi magyar még itt nyugszik. Na most, ami érdekes volt ebben a harcban, hogy itt utolérték a magyar katonákat, a szovjetet, és egyiket például itt Higgy a pusztánál, az WC-ben bújt be, és ott lőtték agyot, illetve ott rálőttek a WC-re, és ott halt meg. Nem tudnak másról nevetni. Majd később nagy dolognál bekerítették őket, és a legtöbbet elfogták, illetve meghaltak. Aztán elmegyek az oroszok, és következett egy olyan időszak, amikor ilyen volt itt egy, vagy itt egy orosz katona, Ivan, akinek az volt a feladata, hogy kenyeret sütessen, az Éva néni mindig elmesélte, hogy semmi baj nem volt vele, és mi is azt tapasztaltunk, ha berúgott, akkor baj volt. Akkor hozzánk is bejött éjjel, agyon akar bennünket üdözni, de a kenyeret lisztet hoztak, és itt sütötték a kenyeret a Jilling tégségbe, és vitték valahova Fehérvár irányába a harcoló alakulatokban a friss kenyeret. Tehát ez volt, de nem ez volt a baj, hogy ez az ember itt volt, hanem az, hogy akkor voltak ilyen kószálló a hadsereg csoportoktól levált. Talán ezek mire csinálták, hogy elvesztek, eltűntek, elvérentek. És akkor ezek a rablásból tartották föl magukat, kozákok voltak, lovas kozákok. Leírtam azt, hogy nem akarom elmondani, amit én is kint a Gagarin helyén, ott volt egy kis völgyünk és egy kis szőlő, ott lepettek meg bennünket 5 vagy 6 lovas kozák. Ez az Aladár, ő szállított, akiről beszéltem, ő hajtotta a lovakat, Eke után betettük édesanyámmal a krumpli. Majd utána a szomszédunk, az édesapja, a Saci édesapja, a Sándor jött biciklivel, hazasztott a személyen, ott voltak be a vidorlóban. És tény az, hogy ez nem egy volt, nem ez az egy volt, akiket itt idéztem. A haláleset, a Bettinek a súlyos problémája, a súlyos halálesetek, ilyen emberek, ezek a csapatuktól elkoborolt kozákok tették ezeket, és ezzel nem lehet ez védekezni. Ezek
elrúgta a Ford Margit, amiket elmesélt. Az is egy szörnyű dolog volt. Lényeg az, hogy ezek voltak a veszélyesebbek. És a háborúnak az izén, azt a keserű izén, ezekben a napokban érezte meg a itt a falusi ember. A városi ember az már előbb a bombázásokkal megérezte viszont saját bőrét, a saját vérét, a saját életén keresztül. Aztán, amikor vége lett a háborúnak, ugye ezek megszűntek. De nem lett vége a háborúnak, mert jöttek közben a menekültek, akiket először Bukovinából betelepítettek a délvidékre, majd onnét menekültek, mert a szervek elzavarták őket, és ide betelepítettek bizony elég nagy tömeget, hozzánk is hozták, Nagy János bácsiékhoz. Úgyhogy, amit pontosan tudunk, a Lovas Hendrik elmondása szerint János Kajorban voltak, 12-en, én tudom. Itt nálunk a faluban vagy 40-50 családhoz. Nem voltak hosszú ideig, fél évig voltak itt, majd utána vitték őket Bonyhára, Lejjel, Bonyhára, Kötőkön, ahol ott megüresedett házadba, telepítették őket azokban a házadban, amelyből a német ajkóakat, azokat a német családokat, akiknek valamilyen kötődésük volt a háborúban, ezeket kitelepítették. És lényeg az, hogy még mindig nincs vége a háborúnak, mert nem egy, hanem jön egy betelepülő, jön két kitelepítés németek, vagy már úgy tűnt, hogy vége van a kitelepítésnek, amikor a Szlovákiából kitelepített magyarokra kellett helyet csinálni. És akkor jött a harmadik kitelepítés, amelyikben bizony már voltak olyanok, mint a Sebestyéni, a Farkas Ferencék talán emlékeznek néhányan, mert német származású, azok is benne van. Tehát tulajdonképpen olyanok, akiknek semmi közük nem volt a háború, nem voltak SS katonák. És akkor már itt volt ebben a községben Lehel Ferenc. Néhányan ismerték, ismertük. Lehel Ferenc, aki maga is sváb származású volt. Lürich volt a eredeti neve, családneve, és a Feri bácsi, ő a szívén viselte a németség, a nagyon nagy tömegű evangélikus németség sorsát, mert jelentős arányban voltak reformátusok, és hát evangélikusok. Hogy mennyi volt közülük, melyik volt a több vagy kevesebb, nem tudom megmondani, de körülbelül azonos arányban voltak. De most abban az időben már olyan stádiumban volt ez a harmadik kitelepítés, tehát ez az utolsó, amikor olyan családok kerültek be ebbe a listába, akiknek mondom, semmi közük nem volt, semmi olyan cselekedetet nem hajtott, tettek, amelyiket esetleg meg kellett torolni. És akkor ez a Lehel Feri bácsi, bocsánat, ő vette a bárodságot, és fölment Budapestre a Frankner, akkor a Magyar Kommunista Pártnak szexuális bizottsági tagja volt, és akkor már egyházügyi előadó volt. A Frankner Ferenc, lehet, hogy jól fölment hozzá, tekintettel arra, hogy személyesen ismerte, ő leutazott nagy dologra, és
megnézte ezt a kitelepítésre váró vagoni, bent voltak már a vagonban, bevagonírozott csapatot, és akkor a Feri bácsi Lovas Henrik mondta el, aki ott volt, mint fiatalember, elmondta, hogy a Lehel Feri bácsi nem ért el ez előtt az ember előtt, és úgy kérte, hogy segítsen, hogy ezeket az embereket ne vigyék el Németországba. És meghallgatásra került az ő kérése, és hát így maradtak itt volna soboromék, a törítéik, így maradtak, azt hiszem, hogy a papáék is, a szűszék, szűsz család, mert akkor még nem szabados volt neve, a Sebestén Feri bácsi, akiről ugye mindenki azt gondolja, hogy tiszta magyarul. Hát ugye volt kötve. Úgyhogy ez egy olyan cselekedet volt, amivel bizony nem tudom megmondani, nem is tudjuk már meg, de legalább 40-50 ember megmentett a kitelepítésre. Úgyhogy ez volt a háborúnak a legutolsó, legkegyetlenebb cselekedete, amikor onnét magyarokat elzavartak, és innét a másik, itt már évszázadok óta itt élő, magyarrá vált, magyar lelkületű embereket el akartak üzni, és el is üztek elég sokat, és a helyükre telepítették volna őket. Na most egy kicsit vissza kell ugrani Szőlőhegyi Vörös István. Van itt, akinek van közel hozzá. Volt olyan, aki végig harcolta a háborút, és különböző értelmezeket kapott, amit büszkén viselt, és ilyen igazolványjal viselhette, menjünk tovább, légy szíves, és a mellére kiakasztotta a Horthy képét, akiről ezeket az értelmezeket, a vitézségért értelmezet elemezt. Hát számomra egy kicsit fura dolog, hogy ilyeneket kellett, ilyen értelmezeket viseltek akkor. Ilyen hallgatok. Menjünk tovább. Hogy kik maradtak itthon? Hát azok maradtak, akik még fiatalok voltak. Talán ismerős. Halsz Imre. Fiatal Halsz Imre. Hogy ki az a leányzó, nem tudom. Zsebel Józsi bácsi, úgy kertében ott aradtak. Úgy tudom, egy másik képen láttam a kisbírónk. Csepp István, és akkor a Csép, itt van, hát itt is öreg, idősebb emberek, sajnos ez nagyon rossz kép, meg azt mondja, szők aradnak, a kenyeret ösztervelik, meg mehet, még egy ember, még egy, itt vannak gyerekek, ahogy mi hívjuk, masináztak, csépeltek, hát itt vannak fiatalok, mind fiatalok. Ezeket kellett a háború alatt a katonasághoz bevonultak, meg meghaltak helyi pontolni. Menjünk tovább, és akkor még. Itt van még egy kép. Nem tudom, egy-kettem még ismerhetik, a Dekert János bácsi, aki Mersz Janinak az apusa. Ő élet a nagypapája. Mersz Jani, tudja mindenki, tudom van szó. Ugye? Hát, ők maradt, az öregek és a fiatalok. Ez a kis fizetecske ezt a történetet próbálja összefoglalni, és azoknak, akik erre kíváncsiak, azoknak elmondani.
ehhez a munkához körülbelül, nem tudom, fejből vagy 10 személy megkértem segítségként, akik elmondták történeteiket, elmondták azokat a szomorú eseményeket, amelyek a családot érintették, vagy a másik családot érintették, és én ezt most itt, aki itt van, annak személyesen köszönöm meg, hogy segítettek ebben, mert ezzel, hogy a tanúk mondják el a tényeket, ezzel ez a kis üzen nemesebb lett. Azt hiszem, hogy ezek a mesék, történetek, amelyeket ők mondtak el, ezek annyira igazak és annyira fájdalmasak, hogy ezeknek az olvasása az igazi történet, az, ami ezt a kis füzetecskét legértékesebbé teszi. Körülbelül ez volt az, amit én ezzel a kis füzettel elkívántam róla mondani, és annak reményében mondtam ezt el, hogy a következőben látni fogjuk, olvasni fogjuk a következő számok történeteit, amelyek lehetnek emlékhelyek, lehetnek növények, lehetnek személyek, ami most félkész állapotban van, a katolikus egyház története lesz. Ezt nem tudjuk még, hogyan alakul ezt a munkát az Értéktár Bizottság fölvállalta. Tehát az Értéktár Bizottság vagyunk négyen. Hunyadi Talán, a lányom, Saci és én, és aki, hogy? És a Tóth Ferenc, aki írja a mostani számot, ő az, aki most nincsen itt. Tehát mi fölvállaltuk ezt, hogy mi ebben a munkában segítünk. De ez nem jelenti azt, hogy nem fogadnánk el. Bárkinek a segítségét elfogadjuk, sőt, kérjük a segítséget, ahogy mondtam, segítség nélkül nem lesz hiteles. Segítséggel sokkal inkább hiteles lesz az, amit elmondunk, leírunk. És még egyszer külön köszönöm azoknak, akik ebben segítettek, a legidősebb Dévi mamának, a Karcsi édesanyjának, a legfiatalabbaknak, akik ezzel segítettek, például akik Folk Margit velem járt együtt, egyidősek vagyunk, talán tudják, kiről van szó, aki eljött Tengerészre hozzá, elmondta ezt a történetet. Vagy hát itt hányan van? Egy, hát János lánya van itt. Hát ketten, hárman, akik segítettek ebben, de akiknek a rokonságban. Mondják meg nekik, hogy köszönöm szépen segítséget, és hát bízunk benne, hogy ez ő általuk elmondotta, még hosszú ideig olvashatják majd az utódok, olvashatják a gyerekek, a unokák. De ezért értékes és maradandó, amit letettünk közösen az asztalra. Köszönöm szépen! Én is részt vettem ezekben az események közül, egy-kettőben csak már végszem rá. Az egyik talán az, hogy a alsó Imrig ugye a lényeg elmondta, hogy János Orjokban voltak harcok, a magyar katona is, meg szovjet katona is elesett. Alsó Imrigi gazdasággal annak idején, akivel nekem szerencsém volt 7 évig egy
Miklós Végbolatnyik, a Dalin Gusztának, a Karabsevszki Boris bácsi, ahol származású volt. Az érdekesség az, hogy a Boris bácsi az a cári iskolába járt a Szovjetunióban, de miután 17-ben időtt a nagy októberi szocialista forradalom, akkor elmenekült otthon a Oroszországot, és hát rövid úton alsóindigeim kötött ki, nagyon szívesen foglalkoztatták akkor, akkor talán egy kis elég voltak ott, vagy a melyik volt az alsó végén? Deszenszkijék. Ügyes ember volt, jött a háború, jött ez a jászolami esemény, és ezt a Boris bácsi mesélt el, hogy berobbant egy csapat szovjet katona a kastélyba, Boris bácsiék bezárkóztak. Az Paninén is, a szovjet származású volt, a Boris bácsi is, a gyerekeik már részt vettek Magyarországon, és hát féltek. És hallották a nagy kiabálást kint a folyosón, ahol is az oroszoknak csapatát a lehetőleg tiszt, az hangosan mondta, és hogy ott valaki, hogy kutassátok föl, hogy kik azok a személyek, esetleg részt vettek a szovjet katonáknak a megölésében, és mondták, hogy mert viszont azokat is nagyon fogjuk lőni. És a Boris bácsi akkor ezt már elmírta, minden szót értett, hát ő ott végzett ki a szári sorában, kirobbant a folyosóra, oda jött a tiszthez, és egymás nyakába borultak a szovjet tisztek, kiderült, hogy egy cári iskolába jártak, csak a Boris bácsi ezen az oldalra ment, a másikból meg Vörös katonai. Tehát ilyen érdekes a sors, hogy itt találkoztak össze. A másik az egy ilyen személyes történet, az orosz katonák, ugye náluk is voltak, rendesek voltak, mondta Dénes is, mert anyám elmesélte, hogy nagyon sokat dajtáltak bennünket, zsimogattak, nekik volt, valószínűleg voltak gyerekeik, és illetve jó lesőrőzés volt, nekik mindenkit dajtálhattak, de ugye a másik oldalon még próbáltak ezt az amaszt zabrálni, mint a Rémánsúrnak ugye a arany órát is kikérték a sebéből, az a bizonyos hősi házi fogadáson. Pedig mondhatom már sem. Ezt is vittek el, és nálunk hátul, édesem, hogy a laknak hátul van egy volt a kistáló, még a régi svábtulajdonos a Walter bácsi építette, és a Csapu Gyurka bácsi, az egyik kedvenc szlovák, aminek a patája a Gyurka bácsi asztalán volt, és nem tudtunk róla képet, ha lehet, ami volt a mondat, az életet nem tudom, na mindegy. Ez egy nagyon jó egyiteges verseny volt a Gyurka bácsinak. Igen, annyira szerette ezt a rovat, hogy amikor elhullott, akkor a patáját egyben szép talpazatra tette, és az ő asztalán volt, Dénes személyesen is látta. Na mindegy, ezt a rovat behozta hozzánk, és akkor apám kérte, hogy valamit csinálja, az oroszok nem szeretné ezt a kedvenc szobát elvinni. Kártányos nevezőse apám megente, mert tudta, hogy az orosz nagyon félnek, mert rovaik is voltak, ugye a húzárok is ezzel károsztak itt. Nagyon félnek a rövőségtől. Ugye ez egy fejlesztő betegség, bőrmegbetegedés, és mikor bejött az istállóba, láttam, hogy egy nagyon szép rovat, de olyan rövős volt, hogy abban a pillanatban ott hagyták és elhettek. A másik az, hogy milyen érdekesek voltak a magyarok, most nem csak a bunkereket megcsinálták, mert azt jelenti sokat ért, hanem ezek a régi tulajdonosok, a Walter bácsik, már fiatal korukban Walter bácsik megcsinálta a saját koporsót. A feleségének is, meg őnek is. A mellé képeknek padlásom volt, mert ez volt, ami kedvenc bujogázó pedig. És az apám az akkori valami értéket, hát ez festmény is lehetett, más is lehetett, betették a koporsóba, mert a cigányoknál jobban csak az oroszok vétek a halottól, és mikor fölmentek a létre, meglátták a koporsót, akkor hagyja a foglók menekültek, pedig hát ha fölítják, akkor találtak volna valamit. Köszönöm, és köszönöm. A Boris Karabsevszki Borisról annyit még elmondok, hogy az apám, mikor visszajött Ausztriába fogták ki amerikai fogságból, akkor megalakítottak egy vadásztársaságot a községben, és a öregből is tagja lett ennek a társaságnak, és gyakran bejárt hozzánk, ahol a háború után a nagybátyámat, a Szegletes Jánost kockásnak nevezett el. Nem, és azért van, sok
Bálint kockása. Hadd mondom két nevet.
hogy ki volt az első halott a faluban, háborús halott. Józsi bácsi? Hollósi Pisti. Mi? Hollósi Pisti. Hát a Pisti bátyám. Igen, igen. Aki Hollóban. Egyébként verseket írt, stb. Stb. És még egy érdekesség, ezt én a nővérétől, a tanciójénétől tudom, hogy először nem vált be katonának, sérve volt, haskének repedése volt, és a sorozáson nem vált be, és szégyelte ezt, és nem a többiekkel együtt jött haza, hanem, ha jól tudom, leszállt már Szedrecsbe, és akkor úgy kertek alatt jött haza, mert annyira szégyeltek, hogy nem vált be katonának. Egy borgyú áráért, idézve Julinét, megműtette az édesapja, sikerült a műtét, besorolta, sikerült, ő volt az első katonás. A másik név, Meszlenyi, bocsánat, Meszlenyi János, aki a legidősebb volt, ha jól tudom, 42 éves volt. Hány évesek vagyunk szóval most, ugye? De az, hogy ugye a fiatalok vitték el első korban, és hát az idősebbeket nem, hogy ő 42 évesen hogy került oda, az egy másik történet lenne. Ő volt a legalábbis tudomásunk szerint a legidősebb, azt akkor rengeteget lehet mindig mesélni el. És hát csak azt kérem, már lassan a veszőparipám lesz, hogy az otthoni régi képeket írjuk meg a hátulját, hogy kik vannak rajta. Ma még talán tudjuk azt, mi elmondjuk azt, hogy ki van rajta. Nekünk elmondják, akinek van még édesapja, hogy kik vannak rajta. De az idő múlik. Mi is elmondunk egyszer. Elmegyünk, és ott maradnak utána a gyerekek egy ilyen stóc képpel. Ki van ez a bűt? Tudom, hogy kész, dobja ki. Ez az életre egy. Tehát ami nem kötődik hozzánk, a számunkra értéktelen, ezért kell kötni. És csak úgy tudjuk kötni, hogy ilyen emberi történetekkel, amiket hál' Istennek itt most örömmel hallgattam végig, elárulom a nagy titkot, én nem tudom, hányszor olvastam ezt a tüzetet át. De mindig tudtam örülni, ahogy én most elmegettem őket, meg először újra. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy valahol megpróbáljuk megőrizni a magunkat. Nem a régi érdekeket, magunkat. Nekünk fontos. Köszönöm. És köszönöm. Köszönöm. Azt mondtam az előtt, hogy a háború akkor ért véget, amikor a harmadik kitalakítás volt. Nem. Javítok. Ork, Margit és a Gyuri, osztálytársak, Farkas, Helyes volt, így ment a népsor. Ott voltam az osztályban, amikor lejöttek és elvitték haza a Ford gyerekeket. A Ford gyerekeket akkor voltak ők körülbelül 12 évesek. Mert hazaérkezett az édesapja az orosz fogságból. Számukra akkor ért véget a háború. Jóval a háború hivatalos befejezése után. De még mindig nem ért véget, mert az apja Margit elmondása után szerint évekig el kellett járni neki, ha jól tudom, leírtam, Salgótarjánban, soha egy szóval nem beszélt a 7 éves orosz fogságról, mi történt, hogy volt, mi volt, ugyanis ő szerencsétlen SS katona. Na most szerencsétlen volt a szerencse mellett. Hazajött. Volt a keleti fogság és volt a nyugati. Az apám majdnem 40 éves volt, neki is ilyen problémája volt, hastéreg repedése volt, ilyen nyomóval nyomta vissza állandóan. Volt a faluban egy háború alatt
valahol itt ide keveredett, a tengeri történetében leírtam név szerint, hogy ki volt ez az illető, aki jelentéseket tett a Vitkovics szepás a plébános úrról. Lényeg az, hogy egy ilyen csúnyán gondol, de így volt, véres szájú, háborút kiváló valaki volt, aki a szálasíjéknak az utolsó dinamizat. Jó, te mondtál. Dinamizat. Valaki. Az apám valahogy összetűzött vele. Másnak megjött az elhívója, és az apám már itt voltak az oroszok, az ország területét elvitték katonának. Hála Istennek, arra nyugatra, és ott beleszaladtak az amerikaiakba, és ott a fogolytáborban találkozott a Leiner Imrével, aki falu belé volt, aztán kitették őket leírva, meg mindenki elolvashatja. Egy Bauer, az egy paraszthoz, ahol dolgoztak, kaszáltak ezt azt. És akkor egyszer azt mondja az Imre, hogy Dénes bácsi, én elmegyek haza. Hát, aztán elmegy. Két nap múlva az apám azt mondja, én is elmegyek. Ő is elmegy. Egy hét múlva hazaérkeztek, mind a ketten. Mind a ketten, és érdekes volt, volt egy csápai, Pacolai József nevű vadász, jó, nagyon jóban voltam vele, idén halt meg. Ő is ott volt fogságban. Az egész csapatot egy hét múlva utánunk az a szállítás. Na most ugye a háborúban ilyen szerencse is volt, mert ugye sok mindennek kell a szerencse, és ilyenek is előfordultak. De akkor lenne hitelese elmesélni, de le van írva, hogy a nagypapája sírt, ugye? És jajgatott, és meghallotta az orosz, és kiderült, hogy ő itt volt cselér a Bárány pusztán, és segített. Egy kicsit később, mert itt van négy. De lényeg, majd elolvassák. De akkor lett volna igazán igaz, hogyha elmondja. Jó, én most már tényleg nem akarok időt húzni, sokat beszélni fölöslegesen. Tudom, elmény is kérdezem. Jó.